Igazi rangadót játszott a Blue Sharks az MTK Török Bálint ellen, hiszen a két csapatot mindössze két hely választotta el a tabellán egymástól. A hazaiaknál hiányzott a legutóbbi mérkőzésen megsérült Singer Zoltán, így a cápák alacsonyabb felállásban léptek pályára. A Török Bálint pedig magas hőfokon kezdett, az első 6 percben 13 pontjukra nem jött hazai válasz. Végül Mokánszki Máté tripláját követően kezdett magára talán is Iska János együttese, bár az első negyedet 24-10-re még a Török Bálint hozta. A második és harmadik negyedben aztán vérszemet kaptak a cápák, és Bús Iván vezérletével, valamint Sitku Márton 3 pontosaival harapni is kezdtek. Előbb egyenlített a hazai együttes, majd Nagy Krisztián triplájával először a mérkőzés során a vezetést is megszerezte. Nagy Krisztián, és az viszont jó az a hármas! A nyíregyháziak kapitánya igazi vezérként vitte csapatát, a pontkülönbség pedig folyamatosan nőtt a cápák javára. Az záró etapra 11 pontos előnnyel fordult Siska János együttese, a 11-ből végül 9 maradt, így 86-77-re győztek a cápák a Török Bálint ellen. Magas poszton igazából nem volt játékosunk, mert a Singer Zoli nem tudott játszani, ezért meg kellett variálni a támadás és védekezés taktikánkat, és a fiúk egy kicsit beragadtak, de szerencsére utána magukra találtak, és nehezen is, de be tudtuk húzni a mérkőzést. Simon Nándor örül annak, hogy számos területen jól teljesített csapata. Természetesen dolgoztunk azon, hogy egy jó kezdéssel lépjünk be a mérkőzésbe, ez korábban problémát jelentett a csapatnak, azt gondolom, hogy ezt megoldottuk, erre külön készültünk. Aztán viszont ez a nagy előny elolvadt, még ugye a nagy szünetben egy ponttal vezettetek, utána viszont átvette a vezetés a Nyíregyház, és már nem sikerült megfordítani. Miben látod a hibát, hogy miért nem sikerült megfordítani? Egy nagyon jó zónával jöttek, ami ellen egy ideig ment a játék, és akkor utána szépen ugyanazt a játékot próbáltuk, és lényegében rástresszeltünk, belegörcsöltünk, hát egy picit kreatívabban, egy szabadabb játékot választottunk volna a zóna ellen. Talán ez egy jobb megoldás lehetett volna így utólag. A Blue Sharks a Török Bálint elleni sikerével zsinórban negyedik hazai győzelmét gyűjtötte be. Jövő pénteken pedig tovább növekedhet ez a szám, hiszen a Békés együttese lesz a cápák vendége a Continental Arénában.